a vezetőbíró erre nem ad engedélyt, és leveszi a versenyzőzövet, hogy megigazítsa a szerelését, sidó büntetést érdemel. Térde. Valami sérülés, ugye Japánnál? Igen, igen, a térdéhez kapott. Úgy gondolom, hogy itt mégis helyes döntés szület, hogy fel is adta a japán versenyző, mert felesleges. Nincs, ebben nincs ennyi, és nincs is értelme. Sérülés miatt nem tudja tehát befejezni a küzdelmet. A japán Sanae van Dijk a másik bronzérmes, és egy nagyon-nagyon sportszerű jelenete, hogy megpróbálja levinni Tanakát. Na hát erről szól a sport, és erről szól a judo. Le a kalappal. Maximális tisztelet. Igen, itt volt egy kis félreértés, hogy mégis jó-e, vagy sem, és láthatjuk, hogy egyből két szakember el tud a segíteni, az egyik pozíció a fizioterapeuta, és meg az orvos, aki ugye, aki várakozhat ilyenkor. És láthatjuk, hogy nem csak jó versenyző, de milyen jó sportember is. Ugye általában ilyenkor a küzdelem képeit szokták visszalasítani, most nyilván tiszteletből nem a sírlést mutatják meg, hanem a legfontosabbat. És azt, hogy tényleg miről szól ez a sport, amikor annyi minden szomorúság van most a világban, hát ugye, hogy lehet összekapaszkodni is.